Ez a Hír Hét legfrissebb adása február 18-án. Mai hírműsorunk tartalmából röviden. Sós Imrére emlékeztünk. Veszélyben a vizes élőhelyek. Éjszakai szauna szeánsz. Közeleg az óvoda választás időszaka. Adásunkat a szerdán megtartott testületi ülés rövid összefoglalójával kezdjük. Megtartotta Balmazújváros önkormányzatának képviselőtestülete soron következő munkaterv szerinti ülését február 16-án. Ez alkalommal 22 napi rendi pontot tárgyaltak meg ezek közül, néhányat kiemelve. Elhalasztása egészen pontosan ismételt napi rendre került a prolabor témaköre a következő testületi ülésen, miután számos kérdés merült fel. Nem fogadták el a képviselők tiszteletdíjának 16%-os emelését, de a felszabadult összeg civil szervezetek számára történő felhasználását sem szavazták meg. Így az összeg az általános tartalékba kerül. A város költségvetési rendeletét 2022 évre 7 igen szavazattal elfogadta a testület. Napirenden volt többek között a polgármester szabadságolási ütemterve, amivel kapcsolatosan felmerült kérdésekre Hegedűs Péter polgármester kimerítő választ adott, amit az önkormányzat jegyzője is alátámasztott kormányhivatali szakmai iránymutatással. Amennyiben a képviselőtestület ülés élő közvetítéséről lemaradtak, a televízió közösségi oldalán, valamint televíziós csatornánkon vasárnapi műsorunkban felrőt erről teljes terjedelemben visszanézhetik. Sós Imrére emlékeztünk, aki 92 éve 1930. február 12-én született Balmazújvároson. A pandémia engedett a szorításból, így már lehetőség nyílt a közös tiszteletadásra városunk szülöttének mellszobránál. Harangzúgás mellett főhajtással tisztelegve emlékeztek az egybegyűltek Sós Imre emlékművénél február 11-én délelőtt. Demeter Pál, Balmazújváros önkormányzatának alpolgármestere mondott emlékező beszédet. Tisztelettel köszöntök én is minden jelenlévőt. Örülök annak, hogy a család is képviseltetve van Sós Gáborné révén. Őt külön köszöntöm. Kész csok. Holnap ismét elérkezünk Sós Imre születésének az évfordulóján a H-hoz. Városunk nagyszülöttje, 92 esztendeje, tehát 1930. február 12-én látta meg a napvilágot. 8 gyermekes, szegény paraszti családból indult útjára. 1947-ben egy újsághirdetés apropóján adta be felvételi kérelmét a színművészeti főiskolára, ahová munkás és paraszt fiatalok jelentkezését várták. A felvételi vizsgán azonnal felfigyeltek az őstehetségre. Gyalog indult Budapestre, mire felért, csizmája feltörte a lábát, ezért levette, és mezítláb szavalta el Petőfitől a szülőföldemet. Gyakorlatilag azonnal elindult a pályája. 1950-ben felkérték az első egészestés magyar színes film a Ludas Matyi címszerepére. Emiatt a Karlovivári Filmfesztiválon a legjobb férfi alakítás díját kapta, de a hazai közönség siker sem maradt el, ugyanakkor a rendszer lapjai is áradoztak róla, nagyon tehetséges, igazi népi mesehős. A főiskola elvégzése után 1952-ben felsőbb utasításra a debreceni Csokonai Színházba irányítják. Nevelő célzattal és egy szomszéd feljelentése miatt. Ugyanis Szirtes Ádámmal közös albérleti szobájukban, olykor az esti borozások alkalmával szitták a kommunista rendszert. Ugyanakkor Debrecenben sem fogadták tárt karokkal a földit. Reklámparasztnak gúnyolták. Nem fogadták be, úgy gondolták, hogy csak a politikai eszméknek köszönheti felemelkedését. Ez volt az első nagy csalódása. 1954-ben osztották rá Rómaó szerepét. Sokan ezt az alakítását tartják a legjobbjának. Még ebben az évben Jászai Mari díjjal tüntették ki. 1955-től a Fővárosi Madách Színház művésze lett. Ekkor már azonban valami eltört benne, egyre rosszabb idegállapotba került, közben pedig folyamatosan ingázott a színház és a filmgyár között. Megemlítenék néhány saját kedvenc filmet Imrétől. A már említett Ludas Matyi, a Talpalatnyi Föld, Föltámadott a tenger, a Liliomfi és a Körhinta. Fájóan rövid a lista sajnos. A Körhinta hatalmas siker lett nemzetközileg is. Csak hogy ez már nem tetszett a hatalomnak.
Ördögi játékot űzött vele a Rákosi rendszer. Egyszerűen ejtették a kiváló színészt. Az egyik államvédelmi jelentésben így jellemzik. Elhanyagolja kötelességeit, nem képzi magát ideológiailag, nem végez mozgalmi munkát, tanácstag, akit nem látni a tanácsban, nem jár el a DISZ központi vezetőségeinek üléseire, amelynek szintén tagja, iszik, mértéktelenül dohányzik. Valóban, rászokott az alkoholra, nyugtatókon élt, labilis lett, és két végéről égette a gyertyát. 1956-ban kitört a felkelés, a szabadságharc. Ekkor szerelme, a gyönyörű Ferrari Violetta külföldre távozott. Sós Imre a színésznő diszidálása után öngyilkosságot kísérelt meg, majd pedig idegösszeroppanással kórházba került. Itt beleszeretett kezelőorvosába, dr. Perjési Hedvigbe, aki csak hamar feleségül is vett. Házasságuk nem hozott megoldást, gyakran tetlegességig fajuló veszekedéseik voltak. Végül 1957. június 20-án holtán találták őket a teakonyhájukban. A hivatalos verzió szerint kettős öngyilkosság történt, viszont egyes nyomok, és a család véleménye szerint biztosan nem. A teljes igazságot már soha nem fogjuk megtudni. Minden esetre a tragikusan fiatalon, mindössze 27 évesen eltávozó tehetséget a kommunizmus áldozatának is tekinthetjük, hiszen ritka aljas módon bánt vele a hatalom, melynek következtében elindult a lejtőn. Emlékét megőrizzük. Ezt követően az intézmények, civil szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés virágait a Jászai Mari díjas Sós Imre szobránál.
A színművészetén eltöltött éveit is beleszámítva, alig egy évtizedet töltött a színészi pályán Sós Imre, mégis örökre beírta magát a magyar film és színház történetbe. Az egyre fokozódó emberi beavatkozás hatására a 20. század közepére olyan mértékben összezsugorodtak a vizes élőhelyek, hogy óhatatlanul szükségessé vált az ökoszisztémák hosszú távú megőrzését szolgáló nemzetközi szintű összefogás. A Ramsari Egyezmény ezzel a céllal jött létre, a csatlakozó országoknak egy feltételnek kellett megfelelni egykor, hogy legalább egy vizes élőhelyen rendelkezzen. Számos világnapot ünneplünk már Magyarországon is, hiszen környezetünket túlságosan igénybe vesszük, mondhatni feléjük. Hogy gyermekeink is még hosszú évtizedeket, évszázadokat tölthessenek a Földön, bizony meg kell mozdulni az embereknek, tenni kell a fennmaradásért. Rombolni tud az emberiség, de el kell kezdeni építkezni. Gyors változásra van szükség. A vizes élőhelyek világnapját ünnepeljük minden február 2-án. 1971-ben az iráni Ramszár városában hozták létre ezt a úgymond kiáltványt a vizes élőhelyek védelme érdekében. Akkor még a ott lévő nemzetek úgy gondolták, hogy a legfontosabb élőhelyeket a madarak vonulása érdekében meg kell védeni. Magyarország is csatlakozott 1979-ben, azóta nagyon sok Ramsari területet hoztunk létre, például itt mögöttünk levő Hortobágy is oda tartozik. Balmazújváros és környékéhez ez lett volna a következő kérdésem, milyen vizes területek tartoznak, illetve milyen élővilággal rendelkeznek? Balmazújváros a vizes élőhelyek szempontjából akár nagy hatalom is lehetne. Kevesen tudják, hogy Balmaz valószínűleg a mostani Nagyhát területén helyezkedett el. Azt viszont nagyon sokan, hogy itt volt Hímes, ahol most állunk. És annak idején a balmaziak egyszerűen elfoglalták Hímest. És érdekes módon nem akartak ott lenni a Nagyháton, a nyugodt területen, ahol magasan vannak és nincs víz, hanem ide jöttek le a vizek közé. Tehát egyszerűen a józan parasztésszel gondolkodtak, amit most is ajánlok mindenkinek, amit már valószínűleg gyerekkorunkban is megtanultunk, hogy az élet egyenlő vízzel. Tehát a víz nagyon fontos. Balmazújváros környékén folyt a Kadarcs folyó, igazán nevezhető folyónak, mert nagyon nagy bőhozama volt. Ez táplálta a Kelet-Hortobágy összes vizes élőhelyét. Sajnos ezt tönkretettük, pedig egy nagyon fontos eleme lenne a tájnak, és irgalmatlan mennyiségű vizes élőhelyet táplált. Egy-kettőnek a nevét ismerjük, talán mindenki, a Nagy Szik, ahol állunk, szerintem mindenki hallott róla, a Magdolna pusztában, a Magdolna lapos igen jelentős, a Dankó fenék valahol a Kónya környékén, az is a Balmazi pusztához tartozott, nyírőlapos, rengeteg-rengeteg vizes élőhelyről lehetne beszélni. A Kadarcs folyó nevét az Pozsonyi Jóska barátunk óta tudjuk, hogy az egy ősi sztyeppi nép az ótörök alapján szürke vízfolyás jelent, és ebből is látszik, hogy a vize szürke volt, tehát szikes vizet hozott a tájba, és ez a nagyon fontos a környékünkön, hogy szikes, szódás tavaink vannak. Jelenleg milyen állapotban vannak ezek a vizes élőhelyek? Van-e víz, illetve az élőhelyek valóban élőhelyeket tudnak-e biztosítani? A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik a jelentős részük, a Kadarcs folyó sajnos nagyobb részben nem, ezért nagyon rossz állapotban van, de igazán meg kell említeni ugye a klímaváltozást. Mindenki hallott róla, általában sajnos félreviszik a vitákat. Arról vitatkozunk, hogy miért van, hogy most a globális változások, a nagy ipari országok, Kína, Amerika, Oroszország miatt, vagy miattunk, vagy csak egyszerű környezeti változás, igazából mindegy lényegtelen szempont számunkra. Félszemmel azért odafigyelhetünk az eseményekhez, de mivel kell nekünk foglalkozni? Azzal, hogy a vizes élőhelyünk, ha rossz állapotban vannak a klímaváltozás következményeképpen, akkor egy élhetetlen környezet lesz. Nem lesz elég legelő, nem lehet mezőgazdaságot
művelni, nem lehet élni a tájban. Tehát egy nagyon fontos, hogy a vizes élőinket visszahozzuk olyan állapotban, mint az régen volt. Ha most kinézzünk itt a Nagysziken, akkor látjuk, és nagyon elszomorító kép, az utóbbi 5 évben talán, elmondható, hogy egy aszályos periódus következik, és a klímaváltozás problémáját elsősorban a vizes élőhely és a vizes élőhez köthető élővilág látja, de ehhez kötődik az egész legeltetéses mezőgazdaságunk is. Tehát előbb-utóbb az ember is ott lesz a sorban, hogy nagyon-nagyon rosszul fog járni, és ennek az a gyakorlati tapasztalata, hogy például az utóbbi években 1 hónappal csökkent a legeltetési időszak. Ez azt jelenti, hogy egy 100 tehenes gazdálkodó olyan 1,5 milliót bukik azzal, hogy nincs elég víz a pusztai vizes élőhelyeken. A klímaváltozásért mi emberek felelősek vagyunk. Mit tehetünk talán egy kicsit a visszafordításáért, vagy a megsegítéséért a természetnek? Mindenki szerintem tud tenni, de a hangsúly megint általában a kibocsátáson van. Tehát mindenünnen az folyik, hogy a kibocsátást, a széndioxid kibocsátást csökkentsünk, ami teljesen jogos, de ez egy nagyon lassú folyamat. Nekünk egy sokkal gyorsabb változást kellene előkészítenünk, ez pedig a vizes élőhelyek rehabilitációjával megoldható. Mert ugye mi fenyeget mondjuk a balmazolási lakosokat, a légköri aszály, a szárazodás következtében a szállópor koncentrációja, a nem megfelelő mennyiségű víz a élethez, a gazdálkodáshoz, és ezt nagyon jó meg lehetne csinálni a meglévő csapadékvíz visszatartásával. Sajnos a rendszerünk úgy működik, meg mindenkinek a gondolatában az van, hogy minél hamarabb megszabadulni a víztől. Ugye ez nagyon jó látszik, ha balmazoláson megyünk, akkor az árkokat ki kell katolni, hogy lefolyjon gyorsan a víz. Tehát igazából most mindenkinek csak azt ajánlom, hogy a maga kis környezetében tartsa vissza a csapadékot. Az árkokban, a kert sarkában levő kis mélyedésben minden vízre szükség van. Ez az első lépés. Aztán egy nagyobb volumenű visszaállítás szükséges. A Európai Uniónak a biodiverzitás védelmi stratégiája 2030-as címmel tartalmazza mindezt. Tartalmazza egy nagy vizes élő visszaállítási koncepciót, tartalmazza a folyóink visszaállítását az eredeti mederben, és ehhez a pénzeszközöket is biztosítja. A klímavédelmi pénzt, amit elkülönített klímavédelemre, annak a 30%-át erre akarja felhasználni. Tehát mindenképpen azt javaslom az Európai Uniónak is, ha lehet ilyen kicsi helyről ilyen messze felhívást intézni, és a mindenkori kormánynak meg döntéshozóknak, hogy állítsuk vissza a balmazános környékén az eredeti vizes élőhelyeket, mert a balmaziaknak, a hosszú távú fennmaradások, életben maradásoknak ez az áloga. A keleti főcsatorna, bár nem tudom ugye, hogy kinek a tulajdonában van, egyfajta visszatáplálás segítséget nem tud nyújtani? A keleti főcsatorna egy magas vezetésű csatorna, nagyon jó pozícióban van, de nagyon sokan tartanak az igényt a vizére. A Nagyhát a legjobb mezőgazdasági területünk itt a Balmazújvás és Debrecen között, tehát annak az öntözési igénye irgalmatlan nagy. És tudjuk, hogy Debrecennek a vizének külön, azt hiszem 50%-át a keleti főcsatornában nyeri. A probléma onnan adódik, hogy a Tiszában is egyre kevesebb a víz. Tehát az lesz a baj az öntözéssel, hogy ez egy nagyon fontos dolog a mezőgazdaságban, hogy mindenki elkezdett fejleszteni és öntözni, csak majd eljönk az, hogy miből. És fizetni kell, és nagyon drága, a keleti főcsatorna környéken a legdrágább. Viszont azt elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás ide vagy oda, a csapadék mennyisége nem változott Magyarországon, és Balmazújváron sem. Annyit tett a klímaváltozás, hogy az eloszlása nagyon rossz lett, tehát hiányzik a téli csapadék, most február 2-a, olyan kinézünk, talán egy pici kis hófoltokat látunk, és pici vízfoltokat, itt most tengernek kellene mutatkozni. A lényeg, hogy elsősorban a meglévő csapadék mennyiséget kellene megtartani, és a távolabbi vízgyűjtő területtől ide kormányozni a vizes élőinkre. Ez a legolcsóbb megoldás, és ez a leggyorsabb és a leghatékonyabb. A Világnap alkalmából több vendég és szakember is érkezett, akik különböző témákban tartottak előadásokat. A Hortobágy Természetvédelmi Egyesületnek az alapcélja a vizes élőhelyek védelme, és különösen a szikes élőhelyek védelme.
Szerencsére ezen a kis egyesületi központban nagyon nagy gondolatok és munkák születtek. Két könyvet is publikáltunk már, egyet a szikestavakról angol nyelven, a másikat a hortobágyi vizes élőekről angol és magyar nyelven. Tehát igaz, egy kis szellemi műhely működik itt, és minden évben ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy megünnepeljük ezt az eseményt, és természetesen ilyen környezeti tájékoztató szakmai esemény, a laikusoknak is tudunk mondani valamit, és a szakembereknek is. Igazából így összehozzuk a generációkat, a szakembereket a laikusokkal, és egy ilyen együtt gondolkodásról van szó. Tavaly sajnos a Covid elvitte ezt az eseményt, nem tartottuk meg, ezért mindenki várta. Most én tartok először egy előadást a balmazi vizes élőekről, nagyjából amit most elmondtunk, egy kicsit még szakmaiabban, meg két anyaggal. Aztán a vízügyet is meghívtuk, az egy nagyon fontos, mert a vízügynek a tevékenysége az ugye mindig kétértelmű, mert ők úgy gondolják, hogy még mindig a víz elvezetése az ő feladatuk, valószínűleg ez van az alapító okiratukban, ami nagyon fontos volt a 60-as, 70-es években, de változott a koncepció, és a vízügynek is át kell állni. Hát már láttunk jó anyagokat, elméleti anyagokat, hogy tényleg fontos nekik is a vízvisszatartás. Most erről hallunk majd egy gyakorlati előadást is. És az utolsó előadás pedig, hogy milyen szépségek vannak, ami a vizes élőhez köthetők. Madarak, különböző élőlények, Szilágyi Attila, Hortobágyi Nemzeti Park munkatársa, fotós és filmes kollega, ő képeiből fog egy kis ízelítőt adni, hogy milyen szépségek élnek itt Balmazújas határában. Nagyon gazdag élővilága van környezetünknek, talán nem is ismeri mindenki pontosan. Milyen csodákkal találkozhat ezen a területen? Mert minden nap itt járunk el. Érdemes megállni egy pár percre és gyönyörködni abban, ami bár nekünk megszokott, csodálatos kincseket rejt. Így van. Szerintem nagyon sokan a nézők közül voltak már itt nálunk, amikor itt vadvízország van tavasszal, hát reméljük, hogy még február-március még hozhat meglepetést csapadékfronton, pozitív meglepetést, és akkor benépesül ez a táj. Hát nagyon szép nevű látogatói vannak ennek a területek, akik itt fészkelnek, Gulipán talán a legismertebb, de Gólya, Töncs, Piroslábú, Cankó, Nagygoda, Fehérszárnyú, Szerkő, Bőti réce, Kanalas réce, Nyárulót, Batla, sorolhatnám végtelenség, mert az itt előforduló, ezen a kis területen, ez hát így mond valamit, hogy 300 hektár, tehát úgy hortai viszonylatban ez a nagy cég, ez egy nagyon picike kis puszta vizes élőhelyjel. Itt 320 madárfaj fordult már elő, tehát irgalmatlan, gazdag, divers élőhely. Ez az első itt keleten, amit az Madarak a nagy kultúrtájba szállva meglátnak, és ön is le is szállnak. Az Egyesület rendszeresen biztosít nyílt napokat az érdeklődőknek. A családok szívesen keresik fel a területet. A Kerecsen-Sólyom madarásulit is elindították ebben az évben, ahova még lehet jelentkezni. A természetkedvelő diákok szeretnék ezt összefogni. Magyarország egyedülálló és egyetlen 100 fős szaunája éjszakai szeánszal készül február 19-én. A Balmazújvárosi Gyógyfürdő rendszeresen kedveskedik vendégeinek kuriózumokkal, hiszen a tapasztalatok szerint egyre nagyobb igény van a közösségi kikapcsolódásra, pláne ha az az egészség jegyében zajlik. Korábban beszélgettünk már arról, hogy Balmazújvároson működik a legnagyobb szaunatér, szaunaterem, tulajdonképpen 100 fős. Mire készülnek hétvégén? Köszönöm szépen a kérdést. Hétvégén szaunaészakát tartunk. Gyakorlatilag ez a fürdő zárása után történik, ez egy éjszakai program. Este 8-tól éjfélig tart. Külön bejelentkezéssel várjuk a kedves vendégeinket, úgy kell helyet foglalni, mert hál' Istennek ezek a rendezvények, ezek általában teltházasak szoktak lenni. Olvastuk, hogy első alkalommal kerül megrendezésre? Nem, maga a szauna éjszaka az általában havonta van megrendezve, ebben a hónapban lesz az első.
akkor egy kicsit pontatlanul volt a közösségi felületen fogalmazva. Mire számíthatnak a vendégek, illetve hány órától kezdődnek ezek a szeánszok, hány percesek lesznek, lehet esetleg tudni, hogy milyen kuriózummal készülnek a vendéglátók? Maga a szauna éjszaka az gyakorlatilag este 8 órától indul egy vendégvárással. Ilyenkor már csak a szauna éjszakán résztvevő vendégeink vannak, ők használhatják a értelemszerűen a felöntéseket, és utána pihenésképpen akár a medencéket is, de téri medencéket. A szauna program az magában egy olyan 13 perces program, ami köré mindig valami köré megpróbáljuk ezt csoportosítani. Természetesen ehhez kapcsolódnak a kis meglepetéseink is, amelyet nem szeretnék most elárulni. Általában a felöntéseink között mindig valamivel megpróbálunk kedveskedni vendégeinknek, ez hol gyümölcs, hol egy kis étel, ők utána pihenhetnek, relaxálhatnak, illetve készülhetnek a következő órai szeánszra. Aki jelentkezik, részt szeretne venni, mind a 4 szeánszon egymás után óránként részt vehet, vagy van valami korlátozás szabva, hiszen ez egy 100 fős tér, ki tudja, hogy hányan fognak jelentkezni? Ezért van az, hogy amikor valaki telefonon jelentkezik, gyakorlatilag egy regisztráción esik keresztül. Mindenkit megkérnek a kedves recepciós hölgyek arra, hogy amennyiben közben jön valamilyen olyan program, hogy nem tudnak részt venni az általuk jelentkezett szeánszra, szauna éjszakára, akkor azt jelezzék, mert általában nagy tumultus van, és vannak várólistán lévő vendégeink, akik viszont szívesen jönnének. Tehát egy előzetes regisztrációhoz kötött ez a program, és ezután várunk mindenkit ide este a fürdő zárása után. Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy mennyire közkedveltek ezek a szeánszok, illetve milyen kultúrája van már Magyarországon ennek a típusú pihenésnek, feltöltődésnek? Én úgy gondolom, hogy talán egyre nagyobb szerepet kap az emberek életében, hiszen ebben a felgyorsult, eléggé stresszel terhelt világban mindenki próbálja, keresi a megújulást, a felfrissülést, akár testileg, akár lelkileg egyaránt. Erre kiváló alkalom és lehetőség a szaunázás. Hál' Istennek sokan vannak és keresik ezeket a programjainkat. Milyen változások vannak a fürdő életében, a gyógykezelések elindultak-e? Sajnos jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy nem indultak el a gyógykezelések. Látjuk a végét, látjuk az alagút végét. Jelen pillanatban is, mint már egy olyan 2-3 hete, gyakorlatilag tőlünk kívülálló okok miatt nem tudunk még indulni. A fizikális, a személyi feltételek mind rendelkezésre állnak. Egyelőre azzal a feltétellel kell még megbirkóznunk, hogy a gyógyászati tevékenységet és az elektronikus felírási lehetőséget, az EST felületén történő mozgást, azt összekapcsolja a program megalkotója, és innentől kezdve gyakorlatilag ez a kettő, ez együtt él és együtt mozog. Megjöttek a héten a személyi leolvasó, gyakorlatilag minden egyes érintett kollégának, kolléganőnek megvan a személyi azonosítása, megvan az a kód, ami ehhez a személyi olvasóhoz szükséges. Csak egy utolsó kis mozdulatra várunk szinte, ami gyakorlatilag, ha ezt megkapjuk, és tényleg a hoster program üzemeltetője ezt a feladatot meg tudja oldani, akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy pár napon belül mi tudnánk indulni a gyógyászattal. Ma beszéltem dr. Nagy Zsolt doktor úrral, erről a kérdésről egyeztettünk, ő is azt mondta, hogy nagyon sok az érdeklődő, nagyon sokan várják,
egy minimális kis türelmet tudtam még tőle is kérni. Ahogy ez a kis feladat még megoldódik, akkor utána tudunk indulni, és nagyon-nagyon szeretettel. Már mi is várjuk, higgyék el nekem, nagyon már mi is várjuk ezt a pillanatot. Hétvégén egy különlegességgel kedveskedtek a vendégeknek. Valentin nap alkalmából szeretett masszázsra várták a jelentkezőket. Ez rendszeressé válhat, volt-e rá érdeklődő? Mint minden újdonság, ezt is be kell futtatni, fel kell futtatni, meg kell szokni az embereknek. Ezt a szeretett masszást természetgyógyász tartotta, tehát ez se nem a wellness, se nem a gyógyászati, értelemszerűen a gyógyászati részhez még nem is tartozhat. Ez egy különlegesség, és úgy gondoltunk, hogy mi ennek helyt adunk, és döntsék el a kedves ide látogatók, hogy ellenek lesz-e hosszabb jövője, vagy nem. Mi minden egyes újdonságra nyitottak vagyunk. Ha úgy gondolják, hogy ez jó volt, megérte, akkor mi szívesen adunk ennek helyt. Biztosítjuk a feltételeket hozzá. Természetesen nem csak szeretett masszázsunk volt, szeretném megemlíteni, hogy próbáltunk volna Valentin nap alkalmából különböző akciókkal is kedveskedni az ide látogatóknak. Itt elsősorban masszázs akciókat, 3-at fizet, 4-et kap, stb. Ilyenekre gondolok. Megpróbáljuk a magunk módján ezt kezelni. Egy kiszolgálás jelenleg még szünetel a fürdőben, de hamarosan indul, mint hallottuk. Igen, nagyon-nagyon régóta szeretnénk ezt a problémát megoldani. Nevezetesen az ide látogatók nem mindig tudtak megfelelően étkezni és különböző italokat fogyasztani. Örömmel jelenthetem, hogy a pénteki napon a büfé meg fog nyitni, ami azt jelenti, hogy szendvicseket, hotdogot, akár még halat is, italakat, kávét fognak tudni majd a kedves vendégeink ismételten fogyasztani. Igen, tudjuk, sajnos idáig nem volt meg minden feltétel a működéshez, de tudtuk, éreztük, hogy erre nagyon nagy az igény, és megpróbálunk ennek eleget tenni és kiszolgálni, és ezzel is kiegészíteni a fürdő által nyújtott tevékenységeket. A járványügyi helyzetben az óvodák nem tudnak nyílt napokat tartani, hogy bemutathassák sajátosságaikat. Így ebben az évben kisfilmeken keresztül szólítják meg a jövendő szülőket és gyermekeiket. A múlt heti adásunkban már 3 intézményt bemutattunk. Most következzen további 3 OVI hívogató összeállításunk. Múlt heti adásunkban már 3 balmazújvárosi óvodát mutattunk be, azon apropóból, hogy közeleg az óvoda választás ideje. Ez alkalommal már egy 4. óvodába látogatunk el, a 100-szor szép óvodába. Köszöntöm! Én is köszöntöm, szép jó napot kívánok! Mi lenne ennek az óvodának az erőssége, illetve miért ajánlaná a jövendő óvodások és a szüleik figyelmébe? Óvodánk az egykori bánlaki és szigetkerti óvodák összevonásával, átszervezésével egy időben, 2014-ben nyitotta meg kapuit 100-szor szép óvoda néven, itt a Vörösmarty utca 34-36 szám alatt. Az átalakított, régen iskolaként működő épületben 5 csoportszoba kapott helyet, hozzátartozó öltözőkkel, mosdókkal, az emeleti részen pedig egy fejlesztő szoba is ki lett alakítva. Az óvodánk sajátossága, hogy egy hatalmas tornateremmel rendelkezünk, illetve hozzátartozó mozgásfejlesztő eszközökkel, jól felszerelt szertárral. A hátsó aulában kialakítottunk egy belső játszóteret, ahol rossz idő esetén is minőségi, mozgásos tevékenységeket végezhetnek a gyerekek. Az óvodánkhoz 2 játszóudvar is tartozik, nagy zöld területtel, Európai Uniós szabványnak megfelelő játékokkal jól felszerelt, mászókák, csúszdák, hinták, homokozók várják a gyerekeket. Illetve a mi óvodánkban 9 óvodapedagógus dolgozik, 2 pedagógiai asszisztens, és 5 dajka. Jelenleg 117 gyermekünk van.
Sajátos arculatunkat tekintve mi egészségtudatos óvoda vagyunk. A gyerekek mozgásigényének kielégítésére, a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmódra nevelésre helyezünk nagy hangsúlyt, valamint a hagyományok ápolására. Ehhez pedig az eszközök, a lehetőségek itt az óvodában adottak. Ezért is szeretnénk, várjuk a gyerekeket ide az óvodába. Említette, hogy ez egy egészségtudatos intézmény, óvoda, erre koncentrálnak. Milyen rendezvények támasztják alá ennek a fejlesztését? Az egészséges életmódra nevelés jegyében szerveztük meg idén az első óvi olimpiát, ahol játékos, sportos feladatokban mérhették össze ügyességüket, rátermettségüket, kitartásukat a gyerekek. Jövőre pedig szeretnénk ezt városi szinten is megrendezni, ezzel mint egy hagyományt teremteni. A szabadidős napjainkat emelném ki, melyeket mindig ünnepnapokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan szervezünk, ezáltal is megismertek gyerekeket a hagyományainkkal, népszokásainkkal. Ezek között vannak nyílt szabadidős napok és zárt körűen megrendezett szabadidős napok is. Az őszi nyílt családi délutánunkat emelném ki, ahol a szülők betekintést nyerhettek az óvodánk életébe. A családok minőségi időt tölthettek együtt, a szülők a gyerekekkel közösen tevékenykedhettek, és az idén azt találták ki az óvónénik, hogy nyomdákat gyűjtenek a gyerekek a tevékenységekért cserébe, amit a bolhapiacon ajándékokra beválthattak. A programunk sikerességét is mutatja, hogy a 115 gyermekünkből, ősszel ennyien voltunk, 99 ajándékot sikerült a gyerekek között szétosztani, ezzel is megajándékozni őket a részvételért, ügyességükért cserébe. Az ismertetést követően következzen a kisfilm. Sziasztok, kedves gyerekek! De örülök, hogy itt vagytok! Én a 100-szor szép óvoda vagyok, és már nagyon vártam ezt a napot. Hogy bemutatkozhassam nektek, lendők és óvodásoknak. Gyertek, hívjátok anyut és aput! Kerüljetek beljebb! Kedves szülők, kedves gyerekek! Belépve hozzám, egy nagy, vidám, előtérben fogadlak benneteket, ahonnan öt, szintén virágokról elnevezett igényes és szép csoportszobához vezet az út. Gyertek! Nézzünk szét mindegyikbe! Az első csoport jobbra a levendula csoport. Az idejáró gyerekeket Julika és Hajni óvónéni, valamint Julika Dajka néni fogadják. A hosszú folyosón három csoportszoba sorakozik. Közülük az első a Margaréta csoport, ahol Ancsa óvónéni, Erzsike Dajka néni és Virág néni dolgozik pedagógiai asszisztensként. A szomszédjukban található a Hóvirág csoport. Itt Erzsike és Rita óvónéni Nóra Dajka nénivel várják nap mint nap a kicsiket, nagyokat. A következő csoport a Pittypang nevet kapta. Ide belépve Ági és Csilla óvónénivel, valamint Anita Dajka nénivel találkozhattok. A folyosó végén jobbra a napraforgó csoportot találjuk. Itt Ildikó és Ági óvó néni dolgozik Jutka Dajka nénivel. Az ő munkájukat segíti Andika néni pedagógiai asszisztensként. Az itt dolgozó óvó nénik kiemelt figyelmet fordítanak a gyerekek mozgásfejlesztésére. Ehhez a hatalmas tornaterem nyújt lehetőséget, kielégítve a gyerekek mindennapi mozgás igényét. A tornaterem előtt
Egy mozgásfejlesztő eszközökkel berendezett belső játszótér várja az óvisokat. Tornaterme ad helyet a heti rendszerességgel működő óvifoci és néptánc tehetségű helyeknek is, melyen lelkes, jó mozgású gyerekek vesznek részt. Emeleti szintemen fejlesztő pedagógusi, logopédiai, pszichológusi és hittanfoglalkozások kapnak helyet. Kívülről nagy zöld rész vesz körül, és két árnyékos, udvari játékokkal jól felszerelt játszó udvarral rendelkezem, mely egész évben gyerekzsivajtól hangos. És hogy mi minden történik a falaim között? Egy fiatal, szakmailag felkészült, fejlődésre nyitott nevelőközösség fogadja a gyerekeket. Nyugodt, szeretetteljes légkört biztosítanak számukra, teret adva a szabad játék lehetőségének. Idén kapcsolódott be az óvoda a Boldogság Óra programba. Csoportszobáim egész nap gyerekek jókedvétől, kacagásától, mondókázásától, énekhangjától hangos, és ez örömmel tölt el. Néha összeveszéstől vagy sírástól is tudok ám hangos lenni, de azt, ahogy a gyerekek, én is hamar elfelejtem, estére aztán én is elcsendesedem. A szabad játék mellett nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapokban jeles napjaink megünneplésére, valamint hagyományaink, népszokásaink megismertetésére, ezáltal magyarság tudatuk erősítésére. Az óvónénik a gyerekek mindennapjait különböző programokkal próbálják színesíteni, falaimon belül és akár kívül is. Évszakonként szabadidős napokat szerveznek a számukra. Ilyenkor kitárulnak a csoportszobák ajtói, és a felkínált tevékenységekből önállóan választhatnak a gyerekek, bejárva a csoportszobákon kívüli tereket is. Alkalmanként meghívott bábszínházi előadás élményével gazdagodnak a gyerekek, és bizony, ha az időjárás lehetővé teszi, főként tavasszal és ősszel élményszerző sétákra, kirándulásokra mennek. Elhagyva az óvoda épületét, a város kulturális életében is aktívan részt vesznek, színházi előadásokon, könyvtárlátogatásokon, kiállításokon. Ősszel terményünnepet rendezünk, és családi délután keretében a szülők lehetőséget kapnak, hogy betekintést nyerjenek gyermekük óvodai életébe. Decemberben várakozással és csodával teli ünnepi időszakot élnek meg a gyerekek, hiszen minden évben meglátogat minket a Mikulás, majd karácsonykor a Jézuska. Idén első alkalommal került sor az Óvi Olimpia megrendezésére, melyen a nagycsoportos korú óvodások csapatokban mérettették meg magukat, szívvel, lélekkel versenyeztek. Februárban mindig izgatottan várjuk a farsangot, amikor jelmezbe bújva űzhetjük a telet vidám farsangi mulatságon. Májusban az édesanyákat köszöntjük, júniusban évzáró és ballagási ünnepséggel zárjuk a nevelési évet. A gyerekek saját maguk szőtte tarisznyákkal a vállukon indulnak felfedezni a betűk és számok világát. Az önfeledt szabad nyári életet gyermeknapi rendezvénnyel indítjuk, ahol a gyerekek szüleikkel együtt egy élményteli délután tölthetnek el. És hogy hol találhattok meg? Balmazújváros, Szigetkert település részén, a Vörösmarty utcában keressetek. A város bármely részéből jöhettek hozzám. És hogy miért engem válasszatok? Immár az 5. Balmazújvárosi óvodába látogatunk el.
Ez alkalommal a Nyitni Kék óvodában vagyunk. Milyen erősségei vannak ennek az óvodának? Így az óvodaválasztás idején így igyekszünk segíteni a szülőknek a járványhelyzet miatt. Milyen erősségei vannak az óvodának? Miért ajánlja ezt az óvodát a gyerekek, illetve a szülők figyelmébe? Köszöntöm én is a kedves nézőket. Most a Hortobágyi utcai telephelyen vagyunk. Ez a Nyitni Kék óvoda, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Darusi óvoda, hiszen Balmazújváros Daru részén helyezkedik el, zöldövezetben, a Veres Péter Emlékpark és a Kadarcsi erdő mellett, a Kadarcs folyó szomszédságában. Az óvodánkban 4 csoport van, melyekbe vegyes életkorú gyerekek járnak, és azt tudom elmondani, hogy az utóbbi években jelenleg is maximális létszámmal működünk, és örömünkre szolgál, hogy az óvodánkból már elballagolt gyerekek szülei kisebb gyermekeiket is hozzánk iratják be. És többen vannak olyanok is, akik, mint régi óvodásaink, mára-már szülőként járnak újra óvodánkba. Pedagógiai programunk célja a gyermekek testi-lelki gondozása, a sokoldalú harmonikus személyiségfejlesztés, az érzelmi biztonság megteremtése, és hát az életre való felkészítés, és a következő társadalmi szintre, az iskolára való felkészítés. Óvodánkban 7 kedves, mosolygós, gyermekszerető szakképzett óvodapedagógus, 4 dajkanéni, 2 pedagógiai asszisztens várja szeretettel a hozzánk érkező gyerekeket. A városban a legrégebbi óvodaépület a miénk. 1954-ben nyitotta meg a kapuit, de nagyon szépen fel van újítva, és mindig igyekszünk a zöld jeles napoknak, a jeles ünnepeknek, az évszakoknak megfelelően dekorálni óvodánkat, szem előtt tartva a környezet megóvását és az újrahasznosítást. Ősszel egy nagy összefogás, együttműködés keretében Balmazújváros város önkormányzata, a Városgazdálkodási KHT, Balmazújvárosi magánemberek, szülők, nagyszülők és Balmazújvárosi vállalkozások támogatásával sikerült még szebbé, még gyermekbarátibbá varázsolni az óvoda udvarát, amit igazán nagy sikerként éltünk meg. Óvodánk sajátos arculata, városunkban egyedülálló, örökös zöld óvoda vagyunk, és ezt a címet a 9 évnyi zöld óvoda cím után 2016. szeptemberében nyertünk el. Majd decemberétől pedig Hajdú-Bihar megyének a zöld bázisintézményévé váltunk, ami azt jelenti, hogy mi koordináljuk a megye zöld óvodáinak a működését. Az örökös zöld óvoda cím az olyan eszmei célokkal is felruház minket, mint környezetünkben jól tájékozódó, a környezetét védő, a szépre fogékony és a lakhelyéhez kötődő gyermeknevelése, az ökológiai szemléletmód alakítása és a fenntarthatóságra való érzékenyítés. Feladatunk a gyerekek megismertetése azzal a természeti környezettel, amelyben élnek, és a természet szeretetére, tiszteletére nevelés, és a zöld jeles napoknak a tevékeny megünneplése. Óvodánk az Örökös Zöld Óvoda cím mellett 2018-ban elnyerte a Madárbarát kert címet is. Madáretetők, madáritatók, oduk elhelyezésével gondoskodunk a madarak etetéséről és fészkelési lehetőségéről.
Az óvoda udvarán hatalmas, gyönyörű gesztenyefák vannak, amelyek árnyékot biztosítanak a gyerekek számára, és hát igyekszünk élményekben gazdaggá tenni a természetben eltöltött időt. Nevelőmunkánk során nagyon fontos és nagyon nagy hangsúlyt vettetünk az élménypedagógiára, az élményeken alapuló élményszerű tevékenységekre. Rendszeresen szervezünk kirándulást a nagyobb gyerekek számára, például vízvilágnapja alkalmából a Krátertóhoz, Nagyhegyesen a Krátertóhoz, aztán a Debrecen és a Nyíregyházi állatkertbe állatok világnapja alkalmából, aztán Derecskére a gyümölcsös kertbe, Balmazújvárosi gazdaságokba, erdei óvodákba. Így is megismertetjük a gyerekekkel a minket körülvevő természetet. Hagyomány már az óvodánkban a földnapja alkalmából megrendezett zöldmanó hétpróba, ahová balmazújvárosi óvodásokat és más települések óvodásait is szeretettel várunk, és azt gondolom, és azt hisszük mi itt ebben az óvodában, hogy ezzel a szemléletmóddal és a természetvédelmi attitűd kialakításával többletet adunk óvodásainknak, és várunk minden lendő óvodás szeretettel. Akkor nézzük meg a kisfilmet. Az óvoda felett, odafent az ég mindig kék. Csicseregnek a madarak, verebek gólyát nyitni kék. Az óviban vidám, mindenki legyen felnőtt vagy kis prücsök. Azt is régóta tudjuk, szépen zenél a kis tücsök. Azért szeretek óviban lenni, mert fosokban látom. Sziasztok, lendő óvodás gyerekek! Az egyesített óvoda 6 óvoda épületből áll. Most a Hortobágyi utcai telephelyen vagyunk. Ez itt a Nyitni Kék óvoda, de a városban mindenki úgy ismeri, hogy Darusi óvoda. Ebben az óvodában 4 csoport van, melyben vegyes életkorú gyerekek járnak. 7 jól felkészült, tapasztalt, gyermekszerető óvodapedagógus, egy fejlesztő pedagógus, 4 Dajka néni és 2 pedagógiai asszisztens várja a hozzánk érkező gyerekeket. Gyermekeinknek lehetőségük van részt venni drámafoglalkozásokon, Tarné Szabados Erzsébet Éva vezetésével, balettelőkészítő gimnasztika foglalkozásokon, Csige Beáta vezetésével, Bozsik programon Nagy Balog Ildikó vezetésével, hitoktatáson Vére Zsófia vezetésével és néptánc foglalkozáson, amit jó magam Federicsi Árva Mónika tartok. Én azért szeretek óviba járni, mert az óvanénik megtanítanak sok mindenre. Óvodán profilja, arculata egyedülálló. Zöld óvoda vagyunk. 2015. decemberében elnyertük a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt örökös zöld óvoda pályázatot. 2016-tól pedig Hajdú-Bihar megye bázisintézményeként működünk. Az a feladatunk, hogy a megyénk többi zöld óvodáját tájékoztassuk a központi programokról. Nagyon fontos számunkra a gyerekek környezettudatos nevelése, és hogy arra neveljük őket, hogy óvják és szeressék a természetet. Azért szeretek óvodába járni, mert mindig a barátaim játszanak velem, és a óvónéniket is szeretem.
Balmazújváros legszebb természeti környezetében a Veres Péter Emlékpark a Kadarcsi erdő szomszédságában található óvodánk. Ünnepeljük, élményekkel töltjük meg a jeles napokat. Állatkertbe látogatunk az Állatok Világnapján, a Krátertóhoz kirándulunk a Vízvilágnapján, és nyílt szabadidős napot szervezünk a Madarak Fák Napján. Ezeken túl kertpedagógiai programon veszünk részt a Delecskei Gyümölcsösben. A természetvédelem fontosságát hangsúlyozó egyik zöld jeles nap a takarítási világnap. A gyerekekkel levelet cseprengetünk, kerevézünk, elhordjuk a faleveleket az óvoda komposztálójába, gesztenyét gyűjtünk, ezáltal is igyekszünk elmélyíteni a gyerekekben, hogy vigyázzunk a természet, a környezetük rendjére, tisztaságára. A munkajellegű tevékenységek végzésekor a gyermekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat gyűjtenek, ismereteket szereznek természeti és társadalmi környezetükről. Kicsik vagyunk, mint egy virágszál, erősebbek mégis egy királynál. Ha összefogunk, bármit elérünk, egy ritmusra dobban a szívünk. Egyikünk sem az Állatok Világnapját október 4-én ünnepeljük. Ezen a napon ellátogatunk a nagycsoportos óvodásainkkal a Nyíregyházi Vadasparkba vagy a Debreceni Állatkertbe. Ha megoldható, sétát teszünk valamelyik óvodásunk otthonába házi állatokat megnézni. Azt szeretnénk, hogy gyarapodjon óvodásaink ismerete az állatokról és azok életmódjáról. Mint zöld óvodásokat, az állatok védelmére, szeretetére neveljük. Néhány apró lépéssel felelősségteljesebbek, környezettudatosabbak lehetnek, jobb állattartókká válhatnak. Gyerekek óvodába járni, mert sok játék van az óvodába, de még az óvodénik is itt vannak, a gyerekek is itt vannak, és szeretek a gyerekekkel játszani, meg az óvodénik. Vízvilágnapja március 22-e. Miért jelent kincset a víz? Nagyon fontosnak tartjuk tudatosítani a gyerekekben, hogy a víz életünk egyik legfontosabb eleme. Óvodásaink különböző játékos tevékenységek közben ismerkednek a vízzel, élő világával, tapasztalatot szereznek a víztakarékosság, a víztisztaság fontosságáról. Kirándulást szervezünk a Krátertóhoz, a keleti főcsatornához, illetve a szomszédságunkban található Kadarcsi folyóhoz, hogy a gyerekek a vízről szerzett ismereteiket kiegészíthessék a valóságban a természet értékeivel. Kiemelt programunk a Zöld Manó hétpróba, ami városunk, illetve régiónk óvodásainak próbatétele a természetvédelemmel kapcsolatban, a környezettudatot és magatartás szellemében. A tanköteles gyerekek hétpróbát tesznek, amely után hétpróbás Zöld Manó címet kapnak óvodánktól. Május 10-en Madarak és Fák napja. E jeles napon a gyerekekkel közösen madarakról, fákról tanult verseket, mondókákat, dalokat mondunk, énekelünk.
madárhangokat hallgatunk, megfigyeljük a madarak mozgását, a fák tetején található madárfészkeket. Hatalmas kesztenyefáink átölelésével megvizsgáljuk a fák vastagságát, megtapintjuk a fák kérdét, megtapasztalják a gyerekek a fák árnyékot adó tulajdonságát. Óvodánkban ez a zöldjeles nap egyben az óvodaiskola átmenet részét is képezi. Nyílt szabadidős napot szervezünk ekkor, ami jó idő esetén a szabadban zajlik, ahol jelen vannak a tanítónénik, az óvónénik, a szülők és a leendő első osztályosaink. Ezen a rendezvényen lehetőség nyílik az eszmecserére és a partneri kapcsolatok ápolására is, a tanítónénik, az óvónénik és a szülők között. Megismerkedhetnek egymással a résztvevők. Azért jöttem óvodába, mert Annabella a barátom, és Mira, és meg Vivi. És óvónéni. Szeretem óvónéni, és óvónéni nagyon sok dolgot talál ki. Én szeretek színezni, könyvet nézegetni, és szeretek kiajzolni, meg kiakozni. Az iskola az óvodai élet után meghatározó szerepet tölt be a gyermek életében. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az átmenet zökkenőmentes legyen. Óvodánk szoros együttműködésben áll az iskolákkal. Nyílt napok keretében a leendő elsősöknek lehetőségük van megismerkedni a tanítókkal. Ilyen nyílt nap a Madarak és a Fák napja alkalmából megrendezett programunk, ahol a gyermekek közösen kézműveskedhetnek a pedagógusokkal. Az óvoda és az iskola átmenet vége az utánkövetés, mely keretében mindig nagy örömmel látogatjuk régi is óvodásainkat, akik büszkén mesélnek az iskolában történtekről. Óvodánkban évszakonként szervezünk szabadidős foglalkozásokat. A szabadidős tevékenység során a kisgyermek önként szabadon választ a felkínált tevékenységek közül, ahol a döntésképességét egy tágabb, a csoportoknál nagyobb, akár óvodai szintű közösségben gyakorolhatja. Alkalom nyílik a másokkal való együttműködésre, játékra, alkotásra és élményszerzésre. A szabadidős napok alkalmával megjelenik a gyermekek számára a természet, a környezetvédelem, a népszokások, jeles napok, a drámajátékok és a mozgás. Azért szeretek óvodába járni, meg lehet játszani a barátokkal. Én azért szeretek óvodába járni, mert a markoló itt van, és annyit tudok vele játszani, amennyit akarok. A sokat játszunk, meg szeretek a sok játékkal. Hát a markológépen dolgozni. Tarné Szabados Évának hívnak. A gyerekek Éva néninek szólítanak. Óvodapedagógus, drámapedagógus vagyok. A Nyitni Kép óvodában mesterpedagógusként heti egy alkalommal drámafoglalkozást vezetek a nagycsoportos iskolába készülő gyerekek számára. A foglalkozásokon a gyerekek felszabadultan, önfeledten játszanak egy fél órán át. Megismerkednek más csoportba járó gyerekekkel, akikkel együtt kezdik majd az iskolát. Az együttlétek segítik az iskolára való felkészülést. A mindennapi óvodai nevelés mellett itt is nő a gyerekek önbizalma, fejlődik kreativitásuk, önkifejező, alkalmazkodó, együttműködő képességük. Alkalmanként előadással készülünk, amivel hangulatosabbá tesszük az óvodai ünnepeket. A közösségi kovácsolódást segítik a Vojtina Váb Színházba szervezett látogatások. A foglalkozások jó hangulatban felnek. A gyerekek örömmel, szívesen vesznek rajta részt. Várunk benneteket, szeretett a kis pajtások!
A 6. óvodában járunk Balmazújvároson, a járványügyi helyzetben szeretnénk a szülőknek tehát segíteni, hogy sikerüljön megfelelően óvodát választani. Miért ajánlana a Napsugár óvodát a szülők figyelmébe? Igen, köszönöm szépen. Ahogy említette, a 6. óvoda, szerencsére ebben az évben, ebben a nevelési évben olyan nagy szerencsénk van, hogy mi is meg tudtuk nyitni a 6. csoportot. Ez tulajdonképpen a Napsugár óvoda. Ez a régi neve, városban így ismerik, de a hivatalos neve a Kossuth utcai telephely. Mint említettem, 6. csoportot nyitottuk meg. Ez az óvoda egy kétszintes épület. Ez tulajdonképpen a legrégebbi óvoda Balmazújvároson, de a jelenlegi épület 1996-ban épült. Jelenleg 120 gyerek jár ide az óvodába, 6 csoportban. 5 csoportban vegyes életkorú gyerekek járnak, egy csoport pedig homogén összetételű. A kétszintes épületben a földszinten 2 csoport helyezkedik el, az emeleten pedig a 4 csoportot tudtuk elhelyezni. A mindennapi mozgás kielégítésére a hatalmas földszint és emeleti zsibongó áll rendelkezésre a gyerekeknek, tornaszobával is rendelkezünk, illetve a jó időben a gyönyörű szép udvari játékokkal telepített udvarunkon játszhatnak a gyerekek. Milyen erőssége van az óvodának, ugye ezen kívül, hogy ilyen szép felszereltséggel, és hát ez, azt mondhatom, hogy ez egy nagy óvoda. Így van, valóban óvodák közül a mi óvodánk most a legnagyobb csoport létszámmal rendelkező. Kiemelt feladatnak tekintjük a hátránykompenzálást, egyéni képességfejlesztést, felzárkóztatást és tehetséggondozó műhellyel is rendelkezünk. Nagyon jó helyzetben vagyunk itt, mert a kollégák segítségével tudjuk ezt megoldani. Nagyon népszerű nálunk a kézműves műhely, a bozsikovi foci, illetve az óvodai angol is. Emellett még nagyon fontos feladatnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos nevelést és a magyar nép hagyományai, tulajdonképpen is fogalmazhatnánk az arculatunk. Ezt nagyon fontosnak tekintjük, nagyon sokféle tevékenységen keresztül ismerkedhetnek meg ezzel a szép hagyomány ápolással a mindennapokban, illetve tulajdonképpen a hónapokat is, tulajdonképpen így építjük föl, ezeknek a programjaira építünk. Néhányat meg is említenék. Ősszel már nagyon nagy közkedvelt programunk a szüreti szabadidős napunk, illetve a szüreti mulatság, amiben betekinthetnek a gyerekek. Itt ugyanúgy, mint a régi hagyományos időben nagyapáink, mustot készítünk, présgéppel segítségével meg is kóstoljuk a mustot, illetve hát ez a nap nem múlhat el dánom és szüreti mulatság nélkül sem. Azt követően nagyon szeretik még a Márton napot, a Dömötör napot is megünnepeljük, illetve megemlítjük, hiszen itt van közelünkben, a szomszédságunkban a Hortobágy, illetve a Nemzeti Park is, ahol ugye ősszel az állatok behajtása, ez egy nagyon fontos esemény, és ezt mi az óvodában is megemlítjük, illetve ezzel kapcsolatosan vannak nekünk programjaink. A tél, illetve az ünnepeket is mi is szívesen megünnepeljük. Advent idején megemlékezünk a szeretetről, a családi együttlétről. Télapóvárás is, ez természetesen nagyon nagy dolog ez nálunk. Illetve még a karácsony ünnepet is nagyon fontosnak tartjuk. Az új év eljövetele, az újévi jó kívánságok, a jó kocintás, ez is tulajdonképpen annak idején ezek az ünnepekben való bekapcsolódást jelenti. Hát természetesen a telet azért mi jócskán el fogjuk üzni, és várjuk a jó tavaszt a farsang időszakában, illetve kiszebbá végetésével ezt már biztosítjuk, hogy nem soká itt lesz a tavasz. Azt követően a tavasszal megindulásával a húsvétot is, a locsolkodást, a jellegzetes verselést, fiúk-lányok meglocsolását is fontosnak tartjuk, és természetesen az édesanyák felköszöntése is nagyon fontos számunkra. Van-e még valamilyen kiemelt sajátossága az óvodának? Mielőtt a kisfilmet megtekintenénk, amit még szeretne a szülők figyelmébe ajánlani? Talán megemlíteném, hogy a járványügyi helyzet a mi óvodánkat sem kímélte, és így sajnos a szervezett programjainkban a közös nyílt napok a szülőkkel való találkozás egy kicsit háttérbe került, de bízunk benne, hogy ez minél hamarabb meg fog oldódni, hiszen a szülőkkel való együttműködés, kapcsolat, tartalmas beszélgetés, szabadidős napok közös eltöltése, ez nagyon fontos óvodánk számára.
Azt is megemlítenénk, hogy tulajdonképpen a mai kor vívmánya is beszivárgott az óvodába. Mi is használjuk most már ugye a Facebook oldalt, illetve minden csoportnak van egy zárt óvodai csoportja, ahol természetesen majdnem minden nap kapcsolatban vagyunk a szülőkkel, a tájékoztatás adunk, illetve ők is tájékoztatnak bennünket. Fontos még, hogy az óvodánkban szakemberek is segítik a munkánkat, megemlítem én itt a logopédust, fejlesztőpedagógust, szociálpedagógust és a szociális munkást is. Szemléletünket és munkánkat a gyerekcentrikusság jellemzi. Nyugodt, szeretetteljes, vidám és biztonságos légkört teremtve várjuk ide az újonnan megérkező óvodásainkat. Nézzük meg együtt a kisfilmet. Városi Napsugároboda, Kossuth utcai telephelyén. Szeretném óvodánkat bemutatni, csoportjainkat, óvodában történő mindennapjainkat, az óvoda arculatát meghatározó néphagyomány programjainkat, tehetséggondozó műhelyeinket és az oktató-nevelő munkával kapcsolatos egyéb információt is szeretném veletek megosztani. Gyertek, várunk benneteket szeretettel! A Napsugár óvoda a település legrégebbi óvodája. A jelenlegi épület 1996-ban épült, a Balmazújváros Németfalu település részén helyezkedik el. Jelenleg 6 csoporttal működik, a mai kornak megfelelő felszereltséggel. 5 csoportban vegyes életkorú gyerekek járnak, 1 csoport homogén összetételű. Célunk a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az iskolai élet életmódra és a társadalmi gyakorlatra való felkészítés a tevékenységek által. Szemléletünket és munkánkat a gyermekcentrikusság, a befogadás, az elfogadás jellemzi. Szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkört teremtünk az óvodába járó gyermekeink számára. Szakembereink is segítik. Logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, szociális munkás és az óvodapszichológus. A gyerekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődés feltételeit a tágas, játékokkal gazdagon felszerelt, esztétikus csoportszobák biztosítják. Minden csoportszobához önálló, kényelmes öltöző és mosdóhelyiség társul, amely lehetővé teszi a folyamatos napirend biztonságos alkalmazását.
feladatunk a hátránykompenzálás, az egyéni képességfejlesztés, felzárkóztatás, valamint a tehetséggondozás pedagógusaink vezetésével. Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést, a környezettudatos nevelést, valamint a magyar nép hagyományainak megőrzését. Ezeknek a hagyományoknak az ápolása beépül a mindennapi tevékenységeinkbe. Sokféle színes tevékenység közben ismerkedhetnek meg ezekkel a régi szokásokkal a gyerekek. Mondja, s nevetve szemembe néz, gyerünk gyorsan, ugorj az ágyból, vigyázz, hogy el ne kés. Várvány szórva szét, a porszemek
óvodán dolgozói és gyermekei szeretettel várják a hozzánk érkező leendő óvisokat. Amennyiben adásunkról lemaradtak, közösségi csatornáinkon bármikor visszanézhetik.